Non sei più uno pot. Szép jó estét mindenkinek. Sziasztok, nem tudom, hogy van-e itt valaki. Nincs. Szia Gyuri bácsi. Hello. Azt hittem lemerült a telefonom. Megcsináltam a kópot, Gyuri bácsi. Na. Már is mondom a kódot, hogyha kell. Jó, várj, Nem. egyszer üzlet. Fölírom, mert elfelejtem. Még nem magyarosítottam le a játékot. Én sem. Na mondhatsz valamit. Na várjál. Szia Dávid, szia Zelstorer, sziasztok, szia Zsivány, hello, hello. 3-as, 4-es, Géza, 9-6. 3-as, 30. 4-es, Géza, 9-6. Aha, igen. Szia Donald, szia Adolf, hello, hello. Van magyarosítás a játékhoz? Igen, Misutól kaptunk ismételten. Szia Szajonára, szia Zsoleszka. Sziasztok. Mi ez az új gamer hely? Ma egész nap pakoltam, és konkrétan a félszoba az úgy néz ki, mint aki belecsapott a villám. Ugye hála Istennek azt nem látjátok. Úgyhogy tábla lekerült. Nem úgy lett megcsinálva a hely, ahogy először gondoltam. De... De így jobban jön ki. Szia Balázs, hello, hello, szia Zozó. Ma voltam a régi munkahelyemen. Köszönöm. Igen, Obiba dolgoztam. Mert nincs azon, szia Hápi, mert nincs azonnali lapszabászat, úgyhogy várnom kellett egy kicsit. Ez az azt jelenti, honnan lehet leszedni a magyarosítást? Már is kedves Zsivány. Innen a nullát azt vegyétek ki. Vigyázz, milyen ötleteket adsz ki adásba, mert pont ma hallottam vissza már streamertől, az egyik ötletedet akarja megvalósítani, és még ötletemet akarja megvalósítani. Kedves Zelstorer. Hű, de ma most egész végig kifelé fog nézni a képből. Hogy kifele fogok nézni a... Hápi, hogy kifele fogok nézni? Szia Misu. Még ötletemet akarják megvalósítani. Szia Faterku egy. Na, megint eszik. Megint eszik és hízik. Igen. Figyelj, kedves Zelstorer, az elmúlt 3 év alatt nem az első dolog, amit innen vittek el. Váljon kedves egészségükre. Na, szóval Happy, nem jó a kamera beállítás? Nem tudok vele mit csinálni, erre fogok nézni. Innen vesz a kamera, ez van. Nem lesz más kameraszél. Hát ide szeretnek járni, Hápi. Figyelj! Csinálja! Zelstorer! Egészségére! Figyelj! Aki tudja, az tudja. Aki nem tudja, az meg vessen magára, hogy milyen streamert választott magának.
Hány? Jó kis disznótorost tettem ma a múzeum faluban Nyíregyen. Egészségedre. Mi? Hogy? Itt tükröződök? Vagy micsoda? Akkor mutatok valamit. Esküt. Komolyan mondom, eskü, megöltök. Nem tudok nektek jót csinálni. Bár, tehát leültem ide, tök jól éreztem magam, nesze neked, oldalba rúgás. Na, jó, semmi baj. Szűrők, figyeljetek. Tessék. Nulla. Ha akinek kevés a tükröződés, most már van tükröződés. Lehet telibe nézni az egészet. Tessék, elég tükör. Jaj, milyen kocsiba jöjjek ki. Ennyi. Inkább old meg a problémát. Milyen problémát oldjak meg? Zsivány. Régen jobb volt. Mármint mire gondolsz? A régi tényleg jobb volt. Majdnem elvittem a te autódat. Nem a képen van a gond, hanem azzal, hogy az ablak jobb oldalán. Hát, te vagyok a játéknak. Szia, olasz, hello, hello. Van neked is. Itt leszek HP igazából. Így jó lesz. Sokkal jobb, na örülök neki.
De a tükröződés annyira zavarta volna az embereket, akkor nem csak ketten írjátok be. Na, viszem a homokzsákokat szépen lassan. Jó, én megyek ide föl a... Van egy ilyen küldi, hogy Caring for Tourists Visit the North Cab. Jó. Itt a fekete Miért? mérgakó. Két embernek nem lehet véleménye? De lehet véleménye. De így jó? Akkor így jó lesz? Reggel 8 órától pakolászok amúgy. Mi vagyunk a régi motorosok, aki ismerik Dama igényeit. Nem, először amúgy azt szerettem volna, hogy látszódjon a gép is. De ugye láttam azt, hogy tükröződik, mondom, akkor lejjebb veszek egy kicsit. Nem kellett volna pakolászni. Jó volt úgy. Nem volt úgy jó, Zsivány. Ezt nem mondd, hogy jó volt úgy, mert nem volt jó. És ha nem érzem magam komfortosan, akkor minden szal lesz. Így van, Zelszorer. 23 emberből biztos van, aki ennyi ideje itt van, mint te. 23 emberből biztos van, aki annyi ideje itt van, mint te. Na, most egy, ne vesszetek össze. Ez az egyik. Kettő. Azért nem volt úgy jó, mert nem volt úgy jó. És kell nekem a változás. Ez nem veszekedés, de veszekedés. Nekem minden ilyesmi már veszekedésnek számít. Szóval kellett. Kell a Ez az. változatosság. Tehát nem. Ugye most már egyedül, mindegy, ha kitakarítom majd a szobát, megmutatom a fenét, fogok állandóan magyarázkodni. Na, elég. Nekem, Kínál. Kínál. Én tudom, hogy kellett a változás. Elmentem, leszobattam a bútorlapot, nem volt kész, fogtam, levágtam dekopírfűrésszel, mert ma este már akartam. Csináltál egy kis kuckót magadnak. Nem, hanem így jobban elférek a szobába. Meg valahogy normálisabb kinézete van. Nem fog beletükröződni. És a kamera is jobban tud fókuszálni, mert na. Igen, itt is itt úszkának hallak amúgy. Jobb így a fény, mert más nem oda kell fókuszálni a kamerának, hanem ide. A Dama logó tábla is állat lesz a falon. Az amúgy itt így fog kinézni. Ezt megmutatom. Az itt lesz. Így. Erre, nem így. Ide lesz kötéve, hogy majd látszódjon. Csak mocsok nehéz. Csak még nem volt időm felrakni. Viszont Gyuri bácsi, lehet, hogy én gondba leszek majd egy kis üzemanyaggal. Már nem sok van már nálam, 78 liter. Na mindjárt odaérsz, nem? Hát az a mindjárt egy kicsivel odébb van, de... Mind van. Ja. Nem, abban a többieknek igaza van, hogy azért igyekeztem mindig a legjobbat megtalálni, és hogyha nem voltam vele elégedett, akkor nem voltam. Mondjuk a tükrözéssel lesz gond logóval. Nem, amúgy lehet, hogy csak meg kell fordítani a kamerát. Mert ez olyan kamera, hogy ahogy forgatom, úgy változtatja ezeket a nyavajáit. De nem sokáig fog így maradni, ne aggódjatok, mert azt nem akarom, hogy ezt a szekrény nagyon-nagyon lássátok, mert iszonyatosan ótvarul néz ki. A szekrény, nem is látta. Szia Petyus, hello, hello. Pont ugyanannyit, és az maga Zelszorer. Már a szöveg. A Peres, nem jössz?
Snowrunnerezni? Ha nem. Hát, Perec nem hiszem, hogy jön. Szia, Butyi. Na, szóval abban igazam a többieknek, hogy ha nem tudom a legjobbat, akkor az engem zavar. Ebben igazuk van. Viszont az, hogy jó volt az úgy, abban azban nincs igaz. Abban nincs igazság. Ezt meg én érzem, hogy kell nekem. Kellek segíteni? Vagy borulni? Ezt simán. Kötelező petyus. Válok szeretettel. 53 liter üzemanyagom van. Nem baj, most egy időre eltűnök. Néha meg kell újulni, egyszerűen jobb esik a léleknek. Figyeljetek, hát igazából ez az év nem valami vagány számomra, úgyhogy ez kellett nekem. Ja, a hármashoz viszed, mi? Nem. Igen, a hármashoz viszem, igen, a homokot. Mert a hármas alatt van egy telep. Igen. Ott van egy scout full karrier. Ha leérsz oda. Hát 47 literem van, Gyuri bácsi. Jó, ha nem, akkor majd viszünk. Hát elvileg ide érek, ahhoz a... Ahhoz biztos, mert hát ott már kanyarodsz is be. Tehát oda szerintem ide érek mindenféleképpen. Maximum minden nem viszem el, csak van rajtam még tudod homokság. Mert ugye elhoztam mind a négy homokot. Jó. Ja. Elhoztam minden homokot. De ezzel most szépen el... Na. A másik pályára átmentem már. Igen? Hát azon nincs. Se garázs, se tankoló hely. Hát majd figyelj, csinálunk oda egy logisztikai központot, nem tart sem eddig. Mondjuk egyelőre még nem tudunk átmenni, mert még záróval van a zártjáró mind a kettő. Na, ahogy igazából... mennyivel? Egy ilyen két... mert még 2 méter sincs, annyival költöztem arrébb. Be a sarokba. Mert először úgy akartam, hogy... ezt, amerre falra nézek, oda beforgatni a cuccokat, de így sokkal több helyen van. Na, adtunk egy kis pénzt neked. Köszönöm, Gyuri bácsi. Na, még nem jelenti, hogy vége van, mert itt van, len egy Humber. Anyám, oda azt, hogy megyek? Azt hogy tudom megváltoztatni? Hogy ne a kocsiról szedje le, hanem a pótkocsiról. Itt ilyenkor. Sehogy, mindegy. Próbáld lefele vinni. Mindegy, most már megoldottam. Na, hol van az a... Na, nem érsz le. Itt van ez a carrier, aha. Hát oda már nem. 6%-kal. Na mindegy. Megnézem, hogy ott van egy tatarinom. Meg ott van egy tatarinom. Nem tudok mit csinálni. Hát hozok ide. Hozok ide üzemanyagot. Hol van a garázs? Hol van a garázs? Ah, itt van. Úgyhogy végül nem az lett, mert akkor igazából egy ilyen 90 fokos, 90 fok, de hogy is, 180 fokos fordulatot kellett volna venni. Viszont ugye a szobának az elhelyezkedése az téglalap alakú, úgyhogy így egy kicsivel jobb.
Ugye annyi tervem van még ezzel kapcsolatban, de oda már egy kicsit építkezni kell. Az pedig nem más, mint hogy akarok majd egy olyan polcot, ami csúnyán fogalmazva egyfajta háttér lesz, ami mobilis, sima egyszerű kerekeken, hogy amikor adás van, hogy a kamerának a képét ne oldalra kelljen tenni, hanem szemből, és akkor onnantól kezdve végképp nem lesz semmi probléma, és akkor arra fog fókuszálni majd a kamera, és amikor nincs adás, akkor egyszerűen csak befordítom erre a falra ezt az egész történetet, és kész, és akkor oda ki lehet tenni majd mindent. Hogy ebből most mi lesz, hogy mikor fog megvalósulni, arra nem tudok nektek választ adni. Az jó lesz. Na nézzük. Hova kell eljutnom? Oda. Ahhoz pedig le kell jönni erre. Itt. Szépen eljövünk erre. Itt átjövünk. Így. Itt átevetszkélünk. És feltöltjük. Mindig csak egyenesen, azt mondod. OSB lap, fapanel, levegő, polcok, egy gurítható kombója. Szia, Bruti. Nem beszélhetek róla, mert el fogják vinni ezt az ötletemet, tudod. Sziasztok! Hello! Szia, Petyus. Kaphatok kódot? Igen, már is adom. A kód az nem más, mint a 34 Géza 96. Szia Korrán, szia Bruti, sziasztok. De igen. Meg volt a szoba átrendezése, igen. Jól sikerült? Nem? Mindenki elégedett? Nem? Szia Sanyi, hello, hello. Vártam? Igen? Nem baj, ez jó van ez. Hogy szoktam mondani? Amúgy is Perec azt szoktam mondani, hogy szemed megszokja. Beültél a sarokba. Hát nem. Nem ült, az a vicc, hogy nem ültem be a sarokba, mert figyeljetek, hogyha sarokba ülnék, akkor nem tudok ilyet csinálni. Szóval nem a sarokban ülök, hanem igazából most van helyem. Először az volt, hogy a sarokba ülök, de rájöttem, hogy jobban járok így. Igen, van egy kis optikai csalódás, mert a kamerával játszani kell majd még egy kicsit. Nem, csak azért mondom, hogy ezzel állítgatni kell. Először az voltam úgy, hogy beülök a sarokba korán. De végül nem. Nem vagyok a sarokba. Mióta itt lakunk a nappali nagyjából ötször rendeztük át a feleségem legnagyobb örömére. Hát, ja, hápi. Nem, amúgy majd összerámolok, mert most ki van, mivel a szekrényeket anyával pakoltuk át, ezért minden ki van szedve, mindent válogatok, mindent egyesével nézek át, és ami olyan, azt szelektálok, ami még katály, azt szedem össze, és majd kapja meg. Úgyhogy van mit még, a szoba olyan, mint amin felrobbant a bomba, viszont azt fogom majd csinálni, hogyha megvan, és berendeztem,
akkor, és elpakoltak mindent, akkor csinálok egy room tour adást, videót. Adást. Jó? És akkor majd minden értelmet fog nyerni, és minden... Majd akkor ott lehet segíteni. Mindenki előveti lakberendezői okosságát, tudását, kreativitását, gyakorlatát. És akkor majd közösen alkotunk még ezen egy kicsit. Jó? Feng Shui mindenek felett, jaja. Csak ezt ne a jövő héten csináld, léci. Miért? Zestorer. Jövő héten nem vagy? Mert nem leszek egy darabig most. Meddig nem leszel majd? Ja, most jöttök haza magyarba? Jövő vasárnap. Most jöttök magyarba? Mert akkor héten fel, akkor hétfőn mindenféleképpen fel kell adnom a csomagodat. Hétfőn. Csak én megyek, meg az egyik gyerek, aha. Amúgy az első Feng Shui mester, aki segített, az Rec Center volt, mert felhívtam. És ő javaslata volt az, hogy legyen inkább ez a pozíció. De utólag belegondolva jobb is. Na, nagy nehezen csak játszom magak oda. Amúgy kellene ide egy kabin, meg egy metáról. Nem tudom, van-e még kabin, mert lehet, hogy gyártani kell. A hármas boomhoz. De hiába adott fel hétfőn a csomagot, az én már nem fogom most megkapni, majd legközelebb. Miért? Hát a hétfőn feladom a csomagot, másnap ott van a magyar címeden. Hétfőn feladom, másnap ott van. Egy hétig leszel itt Magyarországon, nem? Mert Pesten... Mert Pestre holnap megyek, utána már nem leszek, csak a Balcsin. Ja, értem. Akkor ezt elszúrtam. Bocsi. Amúgy már megírod Zestorer, hogy ki az a streamer, aki... akiről szó van. Nem gáz, ezért mondom, hogy legközelebb. Akkor a Balcsira kell küldeni, oda is ki tudom küldeni. Zestorer. Oda is kitűröm. Ha gondolod. Tehát nem tart sehova, semmeddig elküldeni. Ebben igaza van Perecnek. Majd megírod nekem, hogy még volt az a streamer. Csak úgy kíváncsiságból. Ez lefulladt. Na, na. Oké, küldjed.
Na. Szépen. De nem csak ő az elsztorel. Ajaj, itt nem biztos, hogy át fogok tudni menni. Na, stage complete. Még nincs vége ennek a küldinek. Hát de egy állapotot már végigvittél egy állat. Hogy, ne, ne! Aj. Pedig nem voltam messze. Megpróbálok. Megpróbálok oda menni. Tudom. Tudom, de megpróbálok. Jó, hát ez nem fog odaérni. Ezzel nem fogok most odaérni. Tar egy hammert. Köszönöm Itt szépen, van a gyere vagy. benzinkúton. Majd beviszed magadnak. Oké. Hát, jó, ez már nem fog odáig elmenni. Új, fene. Nincs itt a közelben véletlenül valaki valamilyen géppel. Erre vagy. Az a baj, itt vagyok, felborultam, mert nagy lendülettel jöttem és a szikla megdobta. Csak azt nézem, hogy az messze van, az még messzebb van. Na mindegy, jövök valamivel. Nézek valami küldit, amit oda még kell valami. Ide kell egy metárról, meg egy kabin. Az a baj, a Vorongradban sincs sok.
Várj, akkor kint azt nézem, hogy van-e. Mondj, hogy ebbe sincs. Itt már nincsen. Ami kell nekem. Ez. Elmegyek ezzel. Múltkori kifagyás után az én telautóm nem maradt bent, vagy eltűnik ilyenkor, visszakapott. Szia Manor, hello, hello. Vissza, ben van a garázsba. Szóval ilyenkor visszakapod a garázsodba, Sanyi. Na nézzük. Elmegyünk balra. Mindegy, Gyuri bácsi, elindultam én is a Voronnal. Kanyarév után majd le kell menni. Szia Lobolyosi, hello, hello. Üdvözletem. Beköltöztem a kamrába, mert Manor. A pincébe. Miért kérdezed ezt amúgy? Faltól a... Van egy olyan érzésem, hogy nagyon hamar kamera nélkül fogok streamelni. Elég lesz csak a hang. Elég lesz csak a hang. Nem, nem kell ide kamerakép. Semmi ilyesmi. Semmi ilyesmi. Hagyjuk, jó? Hagyjuk. Nem, nem tettem még fel a magyarosítást. A misutól kaptam tegnap, de még nem tettem fel, mert ma nem volt időm vele foglalkozni. Te használod a magyarosítást, Gyuri bácsi? Nem. Nem, még nem, csak most töltöttem le én is, hogy kiraktad a... De most mondja Zsivány, hogy nem jó. Misut kell majd megkérdezni. Mert őtől le van. Elvileg ezt tegnap mentettem le. Lehet benne némi hiba. De amúgy kíváncsi leszek, hogy sikerül odaérnem, vagy ezzel is felborulok. Odaérek? Hát, van egy olyan érzésem, hogy szerintem borulni fog. Nálam tökéletesen működik, most is ezzel játszom. Akkor lehet, hogy nekem egy rossz linkem van, Misu.
Bedobod még egyszer a tiédet? Kérlek. Ez szép. És szép is vagy. Kell a... Ne, nem vagyok szép. Nem kell a kamerakép. Nem kell. Minek? Jobb lett amúgy a kamerának a képe. Úgyhogy érdemes volt beköltözni a kamerába. Itt legalább van egy kis ennivaló, folyamatosan egy kis csalamádé, egy kis barack befőtt. Igen, ott a pálinka is. Úgyhogy tök jó hely a... Csak tök jó hely a kamra, úgyhogy javaslom mindenkinek, költözzetek a kamrába. Jó hely. Nem, a pince nem jó. Az nem, nem, a kamra az jobb. Részletkérdés. Hát nem tudom. Nem tudom amúgy. Ott több a kaja? De ott a pincébe az a baj, hogy oda lemennek a bogarak is. Tehát még a kamrába azért oda nem másznak be a bogarak. Tényleg, amúgy működik rendesen a kódolás? Most is pixeleződik még a kamerakép. Mert ezt a játékot viszont tök jól viszi a videókártya. Érdekes. Itt ennél nincsen probléma. Jó minden? Köszönöm szépen. Jobbnak tűnik sokkal. Igen, mert a kamerának jobbak a fényviszonyai. Rosszat kérdeztem. Volt neked zöld háttér is. Igen. Térek vissza csak a zöld háttérhez. Vannak kódolási gondok, de úgy tűnik, hogy ritkább, mint korábban. Mi köze a kamrának a játékhoz? Nem tudom, kezdtétek el emlegetni a kamrát. Vigyázz, az árnyék figyel nagyon a háttérben. Már az árnyékkal is baj van. Tök jó. Igen, mivel van még gond? Mondjátok, ne kíméljetek. Bírom én. Nem fáj. Na, nem ez kell nekem. Ez na, talpra állítottam a... Megyek, kínálok én közben taszkot. Jó, csak nyugodtan Gyuri bácsi, megyek, feltöltöm. Elmegyek amúgy a 4-es boomhoz, oda is leviszem a... micsodát, a homokzsákokat.
Igen, amúgy itt volt a... Itt volt az erdőtűz. Az érzékenységgel, hogy minden támadásnak veszel. Igen. Ezt nagyon jól látod. De mostanában van is benne részem. Az a baj. Az a baj ezzel. Na, menj már fel. Menj már mire fel. Kínálják, hogy hibákat keressenek? De ha nem szólunk, akkor meg az a baj. Nem mindegy, hogy szóltok. Nem. Semmi és mi nincsen. Az ég egyet a világon. Na. A refol. Jó. És akkor nem a tajgát, tartály, igen. És akkor a... Oké. Okay. Jó, így akkor minden gép meg van töltve. Kicseszeget, add a nevet és intézünk? Hát az a baj, nem tudjátok elintézni, mert az meló helyen van. Tankolót valahol ott le is állítatod, mert rengeteget járunk arra majd. Igen, ezt itt is hagyom. Ezt itt is hagyom. Jó, és akkor a change track. Hát az a baj, itt nem tudom változtatni. Viszont így igen. Ne haragudj még egyszer. Már nem akar beengedni, már is mondom. Ne viccelj, Petyus. 34, Géza, 96. Aha! Vagány! Ez nagyon kemény. Szóval ezzel... Na. Jó. És akkor kell nekem egy olyan, hogy... Jó, fel van akasztva a trailer. Viszont el kell mennem a 4-es boomhoz. Az meg úgy néz ki, hogy erre lejövünk. Itt elkocsikázunk, erre. És akkor bejövünk ide a 4-eshez. Arra oda is vinni kell homokzsákat. Sikerül, Petyus? Mehetünk. A magyarosítás az új térképet is kezeli? Elvileg igen. Mit? Nem akar beengedni? Mit ír ki, Petyus? Be van kapcsolva. Mert frissítést nem mindig kikapcsolta. Crossplay. Elvileg ez a kód. Pedig. És nem tudom, hogy tudok-e új kódot kérni. Az be van kapcsolva. De mit ír, Petyus?
Semmit, mintha lefagyna. Korábbi kapcsolati listában azt írja, hogy offline vagy. Az érdekes. Nem tudom, mi kínja lehet. Szerintem már elengeded? Hát sajnálom, Petyus. Esetleg annyit tudok csinálni, hogy ne engedd el, hogy újraindítom. Akkor csinálok egy mentést. Ezt újraindítom. Ezt hát, ha kapok egy új kódot, és akkor beenged. Kilépett közbe a kléni. Lépjél ki, Gyuri bácsi, jó? Szóval, hogyha kiléptél. Visszamegyünk a menübe, és akkor megnézem, hogy hát ha. Mert én nem vesztek semmit, csak az, hogy újraindulok onnan. Én se, mert én meg innen folytatom. Te ugyanott vagy. Csak az enyémét visszateszi ugye a garázsba. Aha, jó. Léphetek, Gyuri bácsi? Én kiléptem. Jó. Akkor visszamegyünk a menübe. És akkor megnézzük újra a dolgokat. Kúpat indítunk, 61%. Hozzunk létre egyet. És akkor már is mondom a kódot. Annó volt ilyen, hogy szórakozott, hogy ki tudott belépni, meg ki nem, nem? Elvileg volt ilyen történet. Ilyen hiba. Már is mondom a kódot. Péter 9, Aladár Péter Szavér. Itt látható a kód, nem tudom mennyire látszik. Péter 9, Aladár Péter Szavér. Várjál, meg tudlak hívni. Persze, őt tudod behívni. Küldtem meghívót téged, miért nem tudlak, Gyuri bácsi? Azért, mert az enyém epikes. Ja, te epikes vagy. De küldtem meghívót is, Petyus, hát ha az bemegy. És nem zavarja össze a kettő. Na, hol vagyunk? Mindig összekeverem a... Ide fogom beülni. Na, működik, Petyus? Sikerül. Nem működik, az hogy? Te vissza tudsz jönni, Gyuri bácsi? Nem. Nem tudsz visszajönni, te sem? Nem. Invalid kód. A P9... P9... P9 APS. Nem, Szavér, az X-el írják a Szavért. Jó, X. Az X. Péter,
9-es, Aladár, Péterke, és És egy X. B. Most engem. Most engedi Gyuri bácsit. Amúgy nem tudom, hogy mi alapján szelektálja, hogy kit enged be, meg kit nem, pedig az invite kóddal működött eddig rendesen. Gyuri bácsi, tudod csatlakozni. Petyus, próbálj egy olyat megcsinálni, hogy a Steambe. Próbálj egy olyat csinálni, hogy a Steambe kereske a játékot és fájlok ellenőrzését csinálj. Ahhoz is lehet lehet köze. Azt érdemes esetleg megcsinálni. Szia Spock, hello, hello. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Várjál. Elvileg. Megnézem a... Ja, nem is az kell. Ez kell. Oké. Azt csinálom, mert létszi, amit kell. Köszi. Jó, el kell mennem két. Okos ez a játék, én sem adnám oda mindenkinek a kamra kulcsát. Na nézzük. Ott van két small pipesz, úgyhogy akkor lejövünk erre, itt átcsorgunk, eljövünk így. Így jó lesz. Jó van, na. Oké. Amúgy is. Ez nem is kamra, hát most jut eszembe. Ez nem is. Ez a lépcsőnek az alja. Vagy mi belakott... Harry Potter. Mert csak az okoska szemüvegemet kellene felvenni. És jó lesz, vagy jó lenne.
Na, így már egy picivel lehet, hogy akkor másabb lesz a történet. Amint akciós lesz a Steamen a Season Passok, én is beruházok rájuk. Aj! Motor, felfüggesztés, gumi, jobb belső, kuka. Hát csak egy valamire próbált ki Korran, mielőtt még beruházol, hogy kezdje el játszani a játékkal. Szia, Jerikó! Hello, hello! Én azt ajánlom, hogyha valaki akar kezdeni a játékkal, hogy le lehet tölteni a ingyenesen a játékot. Kipróbálásra. Én letesztelném, hogy ja, már játszottam rég. Ja jó, akkor nem szóltam. Mert ugye, hogyha valaki rosszul érzi magát a játéktól, akkor ne az, hogy sok pénzt dobja ki. Mi újság, Jerikó? Hogy vagyunk? Látom, nagyba tolod ki a votos konzolos videókat szépen napi rendszerességgel. Szerintem jó ez a játék. Mondom, ez a része, ez nekem nagyon hasonlít Michiganhez. Viszont nagyon szép a táj. Nem feltétlen mondom, hogy olyan nehéz. Lehet, hogy még ez csak az eleje. Ha mész át a vizen, akkor nézd a halakat. Igen, azt Hogy látom, úgy hogy ott fent. attól azokat lubickolnak. Némelyik fának, ha neki ment az ember ott a tüzes részen, még szikrázott is, a dobálta szét a Hát még parázslik, gondolom. varázs. Azért van itt egy-két rész, ahol vigyázni kell, főleg ezzel a balonos gumival nagyon hamar eldobja a gépet. Én itt jártam eddig is, de hitelesített fiók kellett, én meg nem akartam megadni a számom, de most egy perce megcsináltam, mert oké, hallgatóságnak sem vagyok az utolsó, de írni sem rossz néha. Hát most még egy kicsit magamra kell találni, úgyhogy igen, kicsit érzékeny vagyok, de hát ez van, ember vagyok én is, van lelkem, ami maradjunk annyi, hogy most egy kicsit eléggé érzékeny. Hagyjam már ezt a csajos dumát? Jó van, hagyom ezt a csajos dumát. Rendben, simán. Megtaláltak. Ja, nem. Még Gyuri bácsimtól tanultam meg modolni nemrég. Gondoltam, azt is kipróbálom. Gyuri bácsi, meg a modok. Á, olyan Nincs egy nincs. mócsiben. Hát most sincs egy se. Csak kenyeren. Csak keményen toljuk a bringát előre. Értettem. Képzeld, múlt Nincs. pénteken nem betörtek hozzátok? Azt meg... Az úgy faszom. Az úgy kemény. Nem, Jerikó kint van, kint él Angliában. De nem úgy, amikor otthon voltatok, Jerikó. De nem úgy, hogy otthon voltatok.
Este úszó tanfolyamon voltunk, a gyereknek edzés van, nem pont akkori. Akció közben értetek haza? Az úgy nagyon masszív. Ne. Ki ne borulj. Hello. Mit? Jó van. Na, várjatok, nem jó. Jó, le kellett kötni. Kiszólt be, mondd a nevet és elintézzük. Hát erre még nem jártam, úgyhogy elnézünk. Mondom erre. Hát mivel akciók közben kapták el őket, mármint értek haza. De hogy miért nincs el, azt nem tudom néha. De figyelj, még szerencse amúgy, mert azért amikor otthon van az ember és ilyen történik, akkor abból nagyobb bajok szoktak történni. Abból nagyobb bajok születnek. Ahhoz képest, hogy ez a nagy ballonos sárgumi van rajta, azért ezek a kisebb pocsolyák meg tudják fogni rendesen a gépet. Felviszek a 4-es boomhoz. Gyuri bácsi, 2 darab Jó, én közben kis... 2 ilyen víztornyot újra fölvettem. Hogy Amit meg újra? kell építeni. Hát amit majd meg kell ugyanúgy építeni, mint ahogy azt. Ja. Hát elvileg a 3-as van még, ami el van kezdve, oda egy kabin kell, meg egy Igen. rolli vas. Ugye ehhez már elvittem a homokzsákokat, ehhez csak ezek a csövek kellenek, és ez kész lesz. Tehát a 4-es az ezzel kész van. De én még fölvettem Melyiket?
Mert az 1-es, 2-es az kész van már. Most azt írja, hogy offline vagy, végigfutott az, és az jó. Akkor nem értem, Petyus. Én fölvettem egy 2-est, meg fölvettem egy 1-et. De az már, az persze, de az már kész van. Nincs kész. Nincs kész. Len, itt alul van, ott pálya alján. Akkor nem tudom. De ma a Face csoportban leírtam a sztorit, itt hosszú lenne, meg pár fotót. Rendben. Van egy gép, ebbe vajon bele tudok ülni? Meg kell javítani, mielőtt még tudnám használni. Firewall nem szűr ki, próbált kikapcsolni egy kis időre. Ha leviszed a garázshoz és megjavítod a tiéd. Nézzétek már, hogy parázslik az erdő. Itt nemrég még erdőtűz volt. Lekapcsolod a lámpát, még jobban lehet látni. Na. Azt hittem megborul. Nem kéne belecsúszni a vízbe, mert az... az nem tetszett. Az annyira nem. De 20 perccel később érünk, a 7 éves fiam pont beléjük fut a nappaliban, mert addigra bejutottak volna, de így pont megzavartuk őket, ahogy hazaértünk, elszaladtak, meglepődtek a sötétben. Hát figyelj, örüljünk, Jerikó, nem lett semmi baj. És relatíve megúsztátok olcsón. Mert oké, jelentős ilyenkor az anyagi kár, de az még mindig pótolható, de hogyha valakivel történik valami, az ott már sokkal nagyobb probléma. Egy újabb feltöltve. Jó, feltöltve. Hát ez a hét elég alvás hiányos. Elhiszem. Nappali ablaka még mindig be van törve, jövő héten tudnak jönni cserélni. Az úgy komoly. Viszont nincs elég üzemanyagom. Úgyhogy visszaülök ebbe. És elmegyek, feltöltöm a taigát. Ahhoz képest, hogy a taiga nagyon sokáig bírta, gyakorlatilag most állandóan kifogy.
Hát figyelj, Jerikó, ez teljes mértékben érthető. Nem tudom, hogyha valaki ezt megpróbálnának betörni, mennyi idő múlva nyugodna meg, főleg úgy, hogy a nappali ablaka még a rottyon van. De érdekes, hogy miért pont titeket választottak? Vagy már több eset történt a környéken? És csak ti jöttetek? A rendőrségnek tegnap előtt volt kint, az is egy ember, igaz, hogy egy hete volt, ennyi idő után már oszlásnak is indulhattunk volna, hogy a betörők. Hát jó, de amikor észleltétek az esetet, nem hívtátok ki rögtön a rendőrséget? Jerikó. És nem mentek ki? Nem mentek ki rögtön? Egy hét után, azért az masszív. Ha bobik ráérősek, majd te utána, azt mondod? Perec. Igen, mert az angoloknak az angol rendőrségnek a gúny nevük a bobik. Nem, állítólag a dispatcher rossz kódszámmal jegyezte az esetet. Az úgy komoly, rossz kódszámmal. Az a helyzet, Jerikó, lehet, hogy jó magyar tájszólással kellett volna megmondani annak a dispatchernek, hogy mit csináljon. Tudod, hogy a... Jaj, ne, ne, ne! Ó, elegem van! Már megint nem odafigyelti. Ne akar... De most komoly, de mi akadtál fel? Szerintem ő maga se... Akkor is lejössz. Jó. Jó.
Na jó, elmegyek meg tankolok, azt majd visszajövök és kiszedem. Mert így nem lesz jó. Így nagyon nem lesz jó a történet. Menni kell tovább egyenest. Ott sárgálik. Na ja, az most úgy néz ki, hogy nehezebb, na mindegy. Na, megfordítjuk. Így. Elengedjük. És akkor most. Na. Jó, megvan. Petyus, itt vagy még? Egy valamit tudok még esetleg csinálni. Hogy... nyilvánossá teszem a miért mi? Nem voltunk otthon, sötét volt. A sötétítők meg nem voltak elhúzva, így tudták, hogy nincs otthon senki. Van egy ilyen szokásom, ha az érünk, sehol nem oltjuk fel a villanyt, míg a sötétítő nincs elhúzva. És a fiam ment a nappaliba elhúzni, és kikukkantott. Odaért a nejem is, és meg ilyet a kunta kinte. És meg a nejem is. Hát jó. Ez azért iszonyatosan gáz. Ez azért iszonyatosan gáz, akárhogy is vesszük. Mert ebből tényleg lehetett volna nagyobb probléma. Viszont nézzétek, felborult az oldalára és sáros lett. Ez nem volt előtte ilyen. Ez a... ez a váltással volt. Környéken minden garázs fel van törve, gondolom már nem volt mit. Aha. Konténert kell, 5 konténert kell vinni, az micsoda? Gyuri bácsi. Össze kell szedni őket, darutkot. Ja. Hát nálam daru nincsen, viszont van 4 platóm. Vagy 4 szabad hely. Na, összeszedem én őket. Ja, jó. Megyek, viszek egy jó autót össze.
Behoztam ide egy Scout 800-at összetörve. Az Itt van mekka. a tiéd. Köszönöm, Gyuri bácsi. Hát ilyen nincs. Hallod? Én meg ezt a pótkocsit olyan szinten valamire felakasztottam, hogy aha, arra, hogy nem akar lejönni róla. Csoda egyáltalán, hogy én le tudtam arról jönni. Valahogy leszedem. Azt mondod, a jobbra az segít. Na, megnézzük. Ja, várjál, ez más volt. Ez más fincselési pont volt. Na, megoldva. Dama, el kéne egy olyat indítanod, hogy Looking for the Fire Monster. Task? Nem. Ő küldi be a Fire Departmentbe. Looking for the Fire Monster? Igen. Oké. Okay. Ja, azt kell bevontatni. Igen, mert akkor kimegyek nagy kocsival. Hogy olyan nehéz vontatóval? Hát persze. Az egy brutál autó. Az. Ezt megkapod majd. Igen, mert lassan el kell kezdeni feltölteni a megjavított víztartályokat. Igen, hát 12.800-at kell vinni föl a vasúthoz, meg ezeket is föl kell tölteni majd, amiket javított. Aha. Vagyis hát nem ezeket, mert ezeket nem kell, de a másikak vannak. Abba is van sok. Kabin, ez a crafting zone. De vajon miből tudok kabin craftolni? Mi kell a kabinhoz? A kabin, mindjárt mondom. A kabinhoz kell egy metal beams. Igen? És kell egy medium planks. Mindegyik jó. Két helyes. Oké, akkor lejövök ide ehhez a raktár épülethez, és elmegyek, csinálok egy kabint, mert hát nem értem amúgy, hogy miért teszi fel. Hallott, ki se jelöltem azt a nyavaját. Ez bolond, amúgy esküszöm. Nézzétek már. Jó, így kész. Ha tudok, szívesen segítek, de nincs meg a Season Pass. Elvileg nem kell, hogy meg legyen a Season Pass, mert nekem megvan. Nem kell, mindig a hostolónak kell lenni. Nekem kell, hogy legyen, csak ugye Petyú se tudott belépni valamiért. De gyerekkorán próbáld meg. Próbálom kormányról irányítani, de általában összeakad. Összeakad mindennel. Amúgy meg eldöntöttem,
Most gondolkodom ezen a kamera dolgon, visszateszem a zöld hátteret. És maradok a zöld háttérnél. És az lesz a legtisztább. Azzal nem lehet gond a zöld háttérrel. Világításom van hozzá, zöld hátterem van hozzá. Visszarakom azt, és nem lesz gond a kamerának a... hogy milyen a háttér, vagy hogy néz ki a háttér. Persze, a mesztelen nő ugrálna, ott egyik se szólna. Nem baj az, Gyuri bácsi. Itt jó lesz átmenni. Na nem, köves az alja, úgyhogy... Csak arra kell vigyázni, hogy nehogy megborítsam. Ki a lakót korán vagy? Amúgy Karcsinál volt ilyen, ha jól emlékszem, de nála tényleg a tűzfal fogta meg. Hogy ő tudott mindenkihez csatlakozni, de hozzá nem tudtak. De mivel Gyuri bácsi be tud hozzám jönni, azért nem lehet az, hogy a tűzfalam fogja meg Petyust. Meg offline-nak lát, ott valami más gond lehet. De vajon mi? Merül fel az emberben a kérdés, hogy vajon mi? Sziasztok! Hello! Hello, hello! Na, még nem csatlakoztam így, úgyhogy most nézem, hogy hogy kell. Belépsz. Már nem vagy offline, az a baj, hogy bejön a kép, ahová a kódot kell beírnom, és mintha kifagyna, nem reagál a játék semmire. Az nem tudom, mi a fene lehet. Az a lényeg, hogy bemész van egy olyan, hogy co-op mód, oda bemész, és ott meg kell keresned az invite kódos csatlakozást. De tegnap megérkezett a biztonság technikai cégtől a megrendelt termékeink, most mindenhol éjjellátó kamerák, rezgésérzékelős riasztók, minden üvegfelületre, 0-24 központi figyeléssel, és még sok-sok meglepetés, ha esetleg úgy döntenek, hogy visszajönnek. És sörétest is szerez be. Ez orosz pálya? Nem, Ricsi. Ez Kanada. Oregon állam. Ez a 9. kiegészítő. Na most kérje a kódot. A kód, az kérlek alásan, Péter 9-es, Aladár Péter X. Köszönöm, elvileg tölti. Akkor csak Petyusz, akkor csak Petyusz szivatja a játék szegényt. Ott még lesz valami. Még searching for season. Akkor már haladás. Ha már neki meg befagy. Szép. Hát nem csináltam Petyusz semmit. De én örülnék a legjobban, hogyha itt lennél. Koran joined the game. Bocs Petyusz. Bocs Petyusz. Nekem odaig sem el sem jut. Igazából nem csináltam semmit, csak be kellett állítani ezt a crossplayt vagy nyelv túrót, mert az nem volt beonnolva. Tényleg, Petyus, de gondolom próbáltad, hogy kikapcsolod a crossplayt meg vissza. Na Gyuri bácsi, mit mondtál? Kell hozzá Metal Beams. Várjál. Medium. Aha, kell egy medium. Medium.
Medium planks, az két Jó. helyes. Oké. És a metal beam szintén két helyes. Egy-egy kell mindegyikből. Jó. És Metal Beams, igaz? Igen. Jó. Akkor megvagyunk. Akkor most jöhet a kraftoló helynek a Az fönn van a jobb felső sarokba. Ja, hogy csak a ti autóitokkal tudok menni? Vagy hogy? Nem. Saját autódba Bemész tudsz akarni. menni. Bemész Kikapcsolom. a garázsba. Most az a baj, hogyha úgy vagy, hogy a te saját mentéseidben benn vannak az autóid a garázsba? A Hát játékodban? vannak, de hát attól függ, hol. Tudod, nekem ez nincs meg, ez a kiegészítő. Nem. Nem baj. Nem a A kiegészítő múlik. garázsodban vannak kamionjaid, mert akkor a store-ba Persze. keresd meg ő. Jó, akkor menj be a store-ba és válasz ki a kamionodat. Mivel ki akarsz jönni? Mert üres a garázsod, nem lesz el a garázsod, kapsz egy üres garázs helyet. Na jó, de Bemész. hát csak venni lehet őket. Hát akkor nincsenek a gépeid betéve a store-ba. De ha kell autó, adok. Milyen kocsi kell? Mit hozzak ki? Attól függ, mit csináljak. Ott van kint a Vorongrad. Gyuri bácsi mondja, hogy mit kell csinálni. Áj, ne akadjál már be. Mert én most kabint készítek, ezt viszem a 4-eshez. Ahhoz a Hát tűzoltótalan. annyi van, hogy van egy olyan küldi, hogyha elindítja a dama, hogy putting out the fire at the Na, storage. na, na várj, Gyuri bácsi. Méket indítsam el. Putting out the fire at the Azaz. storage 1. Azaz. És vizet kell hordani. Hát jó, csak előbb hadd csinálja meg a kabint. Ja, vagy nem, várjál, azt Ja ne, elindítom. hát ezt elindíthatod. Hát jó, Meg csak ő hogy... neki, ő is elindítja, akkor neki az fog megjelenni. Nem, Neked nem. ez főküldetés. Fő, azért. Te Hát ez... elfogadod, és ő is, akkor neki mutatja. Jó, csak ahhoz meg... az meg másfajta kocsi kell. Ahhoz hozok ki kocsit. Egy Ahhoz hozok... nyerges kocsit, dama. Mert a sztorba lehet venni lovnyerges 3700 literes tartálykocsit, vizes tartálykocsit. Amúgy azt track storage-ed az tele van? Vagy üres? Hát nincs bemozgatva oda semmi nekem, mert hát ugye én használom őket kint. Hát Na, akkor hát ja. az, hogy az... De figyelj, adok én neked egy, ne hagyd a Nem, dama. nem kell, hozom ki azovot, azzal el lesz. A kis azóvot, nem? Kicsit, persze. Jó, Igen. várjál, hát itt látom a izéket, a másik térképeket, tehát igazából tudok én autót hozni. Nem tudsz Na, is, átmenni. Isten Ja, nem ments. tudsz át. Nem tudsz átmenni. Akkor bocsánat. Majd én megoldom. Itt lesz majd az azov, és kapsz rá tartályt. Jó? Vizest. Igen, mert én nem szoktam bent tartani őket az izében, nem tudtam, akkor Azt mi, ezt azt most mi, nem, én azt, akkor... azt, azt mi, mindig, mindig, mindig bent kell tartani. Azok a gépek, amelyek nincsenek használat alatt, azok mindig legyenek bent. Tessék. Itt van. Víztornyot látsz, ott fel tudod tölteni, és akkor fel kell tölteni a meglévőket. Én csak ezzel megkeresem az én gépemet, megvan. Jó. Tudsz menni. Az azov az nem lassú lesz, de szerintem ismered az azovot. Jaj, szeretem. Jövök majd én is, mert rengeteg vizet kell hordani. Én meg igyekszem megépíteni a következő víztornyot.
sikerül. Sikerül. Aha. Jó, és akkor a... És honnan kell, akkor hova vinni vizet? Figyelj! Mutatja a térkép. Ha M betűvel, ugye megnyitod a kontraktokat. Én azt látom, hogy van az, a és akkor... 1, 2, 3. Nem. Akkor? A kontrakt, a középső. A főküldetés vonalat nyisd meg. Főküldetés. Igen, kontraktok, igen. És ott van az a putting out, te fire. A putting out the fire at storage vant kell elindítanom. A storage. Arra kattints rá, és akkor startold. Akkor mutatja, hogy hol tudod fölvenni. A kockákba a sárga nyíl mutatja. Itt fönn van kettő helyen, meg nem van két. A fölfele menő nyíl az felvevő hely, a lefele menő nyíl az... És az... Aha, fönn... van is egy víztorony nyit. Az jó. Ne abból töltsé, a föntiekből töltsé. Mert úgyis ott jössz át. Úgyis ott kell majd átjönnöd az úton. Jó, én viszont... Jó, fönn van, de ma onnan töltsek valonnan? Persze. Jó. Mert ott könnyebben, ott bemész ott, ahol Dama van, oda bemész, ott körbe lehet menni ezt az épületet. Az jobb, nem... jobb gép, mint a Taiga szerintem, de ez csak az én véleményem. Nem összehasonlítható a kettő. Ez meg az én véleményem. A metalról kell nekem. Hogy vagyunk? Igen, metalról. Hát ez most megbolondult megint. Itt nincsen metáról. A kabinhoz... kabint akarsz gyártani? Nem, Gyuri bácsi. Nem, már mást. Metárólat kell vinni. Nem, meg akarom csinálni a víztorony 3-ast. Mert ugye az is egy leadóhely, és az még nincs megcsinálva, addig nem fogja tudni. Csak valahol keresni kellene metáról ezt. De nincsen sehol. Metalról majd lesz. Nem tudom, melyik küldit kell megcsinálni ahhoz, hogy van három szétbontható épület, amiben van egy vas, meg egy ról. Jó, hát az úgy király, mert a hármas nem fog tudni feltölteni, mert az még nincs kész. De nem is oda kell vigye őket. De. Nem abba kell, nem abba kell feltölteni. Nem abba kell? Nem, egész másik helyek van. Na, rövidítsünk ezen a madzagon. Ne engem húzzál vissza. Mindegy, elkezdem mindig. Azért nem lehet összehasonlítani, hogy Ricsi szerintem az Azovot a Taigával, mert ugye az Azov az iszonyatosan jó fogyasztással van, viszont... Rohadt lassú. Hát nem csak az, hogy lassú mellé, hanem van olyan hely, ahol nem tud elmenni. Ugye a felépítmény alacsonysága véget. Tehát valahol alacsony. Igen. Viszont cserében meg szinte mindenhol fölmegy. Hát persze, mert elindul, aztán meg nem áll konkrétan, míg célba nem ér. De ilyen köves részektől egyszerűen agyérgölcsöt fogsz kapni, mert mint a teknős. Felül. Na nézzük. Itt kellett volna lejönni. Végig. Gyuri bácsi igen, hogy mellett elmenni. Akkor lesz, hogy is hívjákunk, metárolunk, ha vízzel föl lesz töltve ez a három hely.
Most néztem a küldit. Lehet, hogy fel tudok jönni. Azt hiszem, milyen jó lenne, hogyha kiveszed ezt a pótot, és együtt tele van vízzel. Hát, csak... Ez nem olyan, mint a farmingban, hogy bárhol tankolhatsz bele. Itt van a rengeteg víz, és csak toronyban engedi tölteni. Hát jó, de most ez a feladat most, hogyha azt megcsinálja Persze. helyetted, akkor semmi értelme nincs a feladatnak. Az mondjuk Persze. biztos is. Tud értelmetlenné válna a játék. Viszont felüldülés a tél után, ez. Hát mégis mi a pimpilőbe akadsz fel, de most komolyan. Meg az azoknak a fordulását nem szeretem, rohadt nagy évben fordul. Ez most komoly. Várj. Várj meg. Na. Emeli. Egyszer csak átbillen, nem? Csak az a baj, így fogy az üzem, drága üzemanyag. Mellé direk adok majd. Fú. Na, csak sikerült. Sikerül visszaakasztani? Jó, sikerült. Várjál, félrehúzódok. Várjál, adok üzemanyagot. Nem menj, Gyuri bácsi. Valamennyit én is tudok adni esetleg, mert én is arrafele megyek. Köszönöm, Gyuri bácsi. Mindegy, az a lényeg, hogy érjek oda a kabinnal, ott utána már, ha megcsináltad a feltöltést, gondolom, megy Gyuri bácsi is csatlakozni majd. Nem tudom, hogy abban a tartálykocsiban mennyi víz fér. 3700 liter. A nagyba? A nagyba, igen. Ja, az valami komoly. Ilyesmi.
és 13.200 liter kell. Igen, és utána kell egy másikból 12.800. Jaj, megállok, gyere! Köszi, igen, mert ilyen szélesebb. Viszem oda a railway stationhoz. Ez különben ezt a kocsit, amit én hozok, ez egy 2008 vagy 2000 literes víztartályt lehet rátenni, brutál megy külön. Szépen lefestve, piros-fehér színekkel, kék villogó, megy rajta, piros-kék villogó. Szép is volt. Ki van világítva hátul? Na várj, akkor majd megcsinálom azt, hogy veszek rá egy pótkocsit, és akkor azzal fogjuk majd vinni a micsodát, a vizet. Erre lehet tartályt szerelni, tehát vizes tartályt, meg egyéb más dolgokat is lehet szerelni rá. Mindegyikre lehet, a tajgára is lehet tenni vizest. Igen, meg van csinálva. Csak És ezek van. kicsik, azt hiszem 1800 vagy 2000 literesek csak. Azok a tartályok, amiket rá lehet tenni. Hát jó, de lehet utána utánfotót is tenni. Nem mindegyikhez. Mert a víztartálynak lelógott a kücske, ugyanúgy, mint ahogy a Igen. nagy dalut, persze, hogy nem lehet mindegyik után. Akkor olyankor meg kell nézni, hogy melyik lesz használható. Na. Ne ezzel cseszek egyél már, hanem azt csináld, amit kérek, légy szíves. Az a baj, hogy tényleg összeakad a kormány. Nem tudja eldönteni, hogy most a kormány irányítási egységeit használja. Én meg sem próbáltam meg kormánnyal. Nagyon jó, csak annyi, hogy ugye 90 fokos kormányt csinál belőle, és utána egyszer gondol egyet, mármint nálam, és utána meg berakja 900 fokosra. Ah, szép. És akkor gondold, amikor Nálam... hozzászoktál, hogy csak 90 fokokat mozgatsz, és utána el kell kezdeni tekerni. Na igen, ettől féltem én is, hogy nagyon sokat kell tekerni, aztán mondom, nem szeretném gyilkolni. Ne, hát De... az enyém, nekem a G29 van, az be van állítva, hogy ugye kormánymű, kusztrom, és akkor a G29. Hát jó, nekem is az van. Váltó nélkül. Váltó nélküli. De érdemes, mert hogyha bekapcsolod a erővisszacsatolást, akkor nagyon-nagyon jó jelzést ad. Gondolom, ATS-ben meg ETS-ben is jó. Ez íz, imádom az azovot, egy rohadt egy teknős. Lassan, de biztos odaér mindenhova. Hát ugye nem hiába a modderek azt csinálták, hogy csak alátettek egy nagy kereket, az szevasz. Ne, emelt felfüggesztést raktak bele a módba. Akkor sok mindent rá lehet tenni, amit itt nem lehet. Tehát ott meg van csinálva az, ugye itt, hogy most fölrakok én erre egy kis darut, meg egy platót, akkor nem tudok vontatni. Csak vincsel. A... De ott megcsinálták, hogy van egy kiemelő részt, amit föl lehet tenni hátulra, így lehet ráakasztani pótkocsit. Szia Maxos, hello, hello. De a módolt kocsik közül a Voron Venom Grand az a mi viszi a prímet. Nagyon, hogy a pocsolyával vigyázni kell, mert hirtelen akkora dőlésziget ad a gépnek, hogy... Ja, Rög... hát nézd, a hontatmány meg akar előzni. Hát
Kikapcsoljuk a C betűt. Jó. Férj be a kapun. De durva, hogy recsegnek a fák. Hát itt nagyon durva, amit a táj kapott. Hallod, amúgy ezt a játékot, vagy ezt a talajfizikát, ezt nagyon sok gémnek át kéne venni. Az biztos. De akár el tudnék képzelni ebből egy erdészeti verziót is. Kimész, elkezded vágni a fákat. Kidöntögeted, el kell oda vinni a gépet. Lehetne. Na, most kíváncsi leszek. Jó, ne borulj fel, ne borulj fel. Feljövök a vízmosásba. Mert ugye ez nem út, ez egy vízmosás csak. Remélhetőleg nem borítom fel, mert ma már borult a meleget. És általában mindig a cél előtt. Amúgy a tajgának is nagy lett a fordulóköre. Vagy nem rémlik, hogy ennek ekkora lett volna. Jó, ez megvan. Ezt akkor itt leteszem. Ezt a gépet. Speciálban megnézzük azt a speciális gépet. Hol a... Vidd a garázsba. A garázs mellett van. Itt van a garázs mellett, van megjavítva. De mi ez? Hol? Kint van minden. Na viszont van egy gond, hogy nem tudod trackingolni azért a küldetést, és nem tudom látni. Várja, már is megoldom. Köszönöm. Várja. Tessék. Most már fogod tudni. Figyeljetek, ezt egy kicsit megtuningoljuk. És akkor elkezdünk vizet hordani vele. Jó, nézzük, mit tudunk rátenni. Van rá egy nagy motor. Azt betesszük. Váltómű nincs. Felfüggesztés. Kell az aktív gumit, 55 szolos alternatív gumi, offroad gumi, nem engedi. Mindjárt megnézzük, jó? Oké, az jó. Tegyünk rá egy ilyet. Na és akkor mit tudunk rátenni? Hoho! Aha, 2200 liter vizet tud. Amúgy mi van még rá? Hát... tud vinni mindent, ahogy elnézem.
Amit kell. Leave the garage. Igen, igen, ez az új. És elvileg van. Van lehetőség utánfutót kérni rá. Igen, ez az új. Várjál. Nem engedi. Nem engedi. Az jó. Fene. Marad a 2200 liter. Na várjál, hol vagy Koran? Fönn vagyok a izérnél, vasútállomásnál. Nem ott, nem oda kell, nem oda kell. Hát azt írta, hogy itt rakjam le. Nem. A rosszat nem. Indítottál el. Nem a vasútállomást indítottad el, hanem volt egy másik. Ugyanaz, az csak a vége más. Storage 1. Vagy mi? Igen. Ó, a Storage 1-es kell. Igen. Kell. Jó, mindegy. Ott jöttem el mellette. Jó, nincs messze. Bocsánat. Úgyis visszafele jössz. Jaj, ja. Na. Repesztek. Hogy figyeljetek, a napnak a tükröződést nézzétek, mert nagyon kemény, mint egy lézerrel nyomatnánk. Majd ha megtöltöttük azokat, akkor utána meg kell tölteni azt a vasútit is. Na akkor egyszerűen. Igen, nekem célbetű. Ez ki, erre kíváncsi leszek. Igen, ez a kanadai térkép, az új, a 9-es season. Maxos. Ezt egyből be tudtam trekkelni. De elvileg kellene tudni, mert ott a vonó horog rajta. Nem engedi az a baj. Várják, kipróbáljuk, mert itt van egy. Ez ugye az, mint a Tatari, miért nem tud semmit vontatni? Dehogy nem. Jó, úgy igen, ahogy mutattad, úgy már igen. De amúgy meg csak vincselve, hogyha sima. Igen. Na, nehogy nem volt elég ide a víz. Hát nem, mert hat mennyit kell? 4004 kellett volna, és 3007 volt nálam. Igen, hát most én is jövök. Jó, hát akkor sorba megyünk. Azt nem engedi. Mindegy. Én viszek 2200 litert akkor. Jó. Legalább kipróbálod. Jó gumit raktál rá legalább? Sárgumit tettem rá, Gyuri bácsi. De gyakorlatilag olyan érzésem lenne, mint hogyha ez csak 8x2-es lenne. Jó, fel van töltve. Na, hova kell menni? Leadni. Na, ha már itt vagyok, akkor kijövök ide, lejövök erre. Itt szépen eljövünk itt. Szépen. Így, ahogy kell. És akkor erre. Itt is átjövünk. Lejövünk, és akkor megyek a második épülethez.
Jó, ha megyünk úgyis sorba, ott van egymás mellett ők vannak. Nem fog elfogyni. Kétszer, kétszer nyolc. Ja, mit mondtam? Az 16. Jó, akkor nem érzem azt, hogy összkerék meghajtásos lenne, kedves zsivány. De örülök, hogy megy a szorzó tábla. Hát nem tudom, de érzésre nem valami menő. Van vizes utánfutó, csak erre nem engedi rá akasztani. Van forgózsámolyos, meg... Most annyi külön, én próbáltam már, hogyha fölteszek egy ilyen tartályt másik kocsira. Tehát akár az azóbra is, vagy valamely. Utána teszek egy pótkocsit, akkor az 100 literre több. Tehát 2000 meg 1800. Így meg 3000 hetet vissza. És azért csak könnyebb így menni, mint a... Figyeljetek, üzemanyag fogyasztása nem rossz. Néha fölugrik 15-re. Persze, amikor ki kell magát szedni. Ezt a járgányt itt találtátok? Igen, Gyuri bácsi, hát ezt meg kell javítani. Megjavítod és vissza kell vontatni, és akkor onnantól kezdve a tulajé. Oda a garázshoz kell vontatni. Megjavítani. Beleülni. Fölszerelni. Lehet menni vele. Lehet elég sok mindent főpakolni rá. De nem egy az op. Sebességre annak tűnik amúgy. De tudásra nem. Adtam neki egy aktív felfüggesztést. Amúgy hátsó kormányzást is kaphatott volna. Maradjunk annyi, hogy nem egy kapkodó idegbeteg. Annyi, hogy nem a legerősebb motor van benne, hanem a második legerősebb. De jövő héten talán odaérek a célhoz. Fú, így nagyon, nagyon imbolyog. Meg az a vibráló célpont az eléggé gáz.
Aha, le is fulladt. Nem nagyon szereti a hát. Benzinkút, csak az egy van. Benzinkút igen. A másik pályán nincs is. Ó, ki kellett volna hozni egy izétrélet, mi? Van kint... van kint Nem tartálykocsi. csak egész messze van. Nem tudsz le... Hát leakasztod, leszaladsz a benzinkutig, nincs messze. Ha ott, ahol most vagy. 20 literre Hát lemegy. azon gondoltam, hogy lehet, hogy leérek még egy fuvar és vissza. Á, meg. Nincs benne differenciázer. Hát fél, vaj, még majdnem 200 literem. Akkor oh, az, az bőven. Meg lesz. Az elég. Meg úgyis ott mert van itt az van OEM. Egy torony. A... Hogy is hívják ne a szektor? Itt az alsónál. Ott van mellette a, az ANK, az tartálykocsi. Igen, azon van. Van még benne. Még A azt a mappot civilizál. nem próbáltam, de látvány nagyon... Látva nagyon jónak tűnik. Amúgy szerintem nagyon hasonlít Michiganhez, egy kicsit turbózva. De jobb. Nekem szimpatikus. De ez a vörös ég alja, a víz meg belilul, ahogy visszatükröződik. És ha fölfele néz az ember, akkor látja, hogy repül a pernye. Jó, de erre ráengedtek egy nagyobb grafikus motort most, nem? Igen. Az megkapta most már a 4K-t. És ezért látszik. Érződik a játék megjelenésén. Na eddig csak 120 litert elvett meg. Most indult el. Azért mondom, hogy... Annyi viszont, mivel a hátadon van a tartály, ezért nyugodtan vissza tudsz kamerálni. Ki tudod menteni. Szóval van rajta a világítás bőven. Amúgy egy olyan, mint egy holdjáró. Ahhoz tudnám hasonlítani. Gyuri bácsi, felső Varahúzba elviszem a hajzét, a vizet. Minden, úgy is megtöltjük hát. Ahogy sikerül. Jó, mert oda már nem sok kellett. Hát, de még mire te jössz? Néha lefullad a gép. Na.
Hát... Amúgy tök jó, mert hogyha nézem a számítógépnek a üvegoldalát, akkor látom a játékot. Szerintetek mikor jönnek azok a számítógépek elterjedésbe, amikor a számítógép oldalán lesz majd a monitor? Na-na. Van fordulókör. Na, 2200 liter lehozva. Laptopnak hívják. Ennyi. De az nem olyan. Az ilyen kis vékony kis semmi. Jó, hát szerintem én ezt kimentem. Na, eltűnt előlem. Ki? Hát te. Viszont nagyon kemény, elbírja magát vontatni kézifékkel. Na nézzük, hol tudok felvenni vizet. Itt. Akkor menjünk oda. Nyúlik a szem. Kíváncsi leszek, hogy holnap, hogy fogom bírni a 12 órát. Annyit tudok azt streamálni? Korán a föntihez mész? Igen. Igen. Jó. Igen, reggel 9-től este 9-ig farming. Az... Nekem még van még. De majd akarok egy olyan hétvégét csinálni, ahol dupla 12 óra. Négy játékkal. Farming, volt SnowRunner, majd már még megnézzünk valamit. Na. Kerti partit megszüntetjük. Ugyanúgy elmegyek a második Azt, pocsolyatartá. amelyiket te töltötted, azt kész van ma. Jó, akkor hova kell vinni? Már csak azért maradt a harmadik. Jó, nem baj, Mert kell még a víz. Ott van a másik küldi, ahova 2x6400 kell. ja, akkor ti most befejezitek a Hát first-et meg... nem biztos, hogy elég lesz. Én a maradékomat viszem oda a harmadikhoz. De Én is mennyi a van? maradékot. Mennyi van nálatok? Mennyi van nálunk? Azt hiszem 1700 van nálam. Nálad korán? Ez jó Hát ő kérdés. tele van. Meg most Nem. fele. Várja, 4, 5, 6, 7, 800-a kevesebb. Akkor mit olyan 2009? Na mindjárt megmondom, mennyi kell. Már itt Ugye vagyok. látom én is. Mindjárt ezt leadom. Na akkor nem megyek addig sehova. Nagyon durva, hogy ropog a tűz a fülembe. Ott van.
1500 van benne, és 4400 kell, akkor kell 2000... Annyi van nálam szerintem. Majd mindjárt. 2900. Mennyi liter van nálad? Necces. Necces. Nem Miért elég. nem tudod, hány liter van Pont nálam? nem lesz. Az hogy, hol látom? Az, hogy mennyit van? Aha. Azt nem tudom. Na, na mindegy. Nincs, azért mondom. Akkor elindulok arra. Hát, pont nem lesz elég. Mindegy. 100-200 liter fog jelni. Dama, hogyha ezt kész van, akkor van a másik küldi, az, amit elindított a korábban. Ja, az, amit van fönt az a vasútállomás. Igen, az a, szintén az a putting valami. Jó. De valami 6400 kell kétszer? Kétszer 6400 kell. Gyuri bácsi, most jó hangos lettél. Vagy csak nekem? Bele. Tudom, hogy... Belehajoltam a szörű dobozba biztos. Nem tudom. Ugyanúgy van minden. Jó. Mindegy, 2200 literrel elindultam, azt befejezem azt a küldetést. Korán, ha most itt visszamegyünk, amerre így jöttem, akkor itt van az ONK, ott meg tudsz tankolni. Jó, már kellni fog, másik 150 van. Itt vagy mindjárt mellett. Igen, nem voltam tőled messze. Én most, följebb. Én most fordulok ki, te meg most jössz, ahogy látom. És ha föl vannak ezek töltve, akkor ezeket itt valahol szét lehet bontani valamelyiket, majd abból lesz tudsz. Egy pillanat, mindjárt félre megyek. Jó, hát úgyis mire fölmászok, addig le is mész, pont. De lenne mindig ilyen sötét. Szia Levi, szép jó estét, hello. Igen, azt én is írom benne. Ó, akkor meglett. Ja, pont. Pont elég. Akkor választom a másikat. Másikat. De az a... Jaj, hogy lennék fennyi maradt. Látod, és most, ha megnézed, ahová letettük a vizet, ha térképet nézed, akkor egy metal rossz, meg egy metal beamset, azaz az épület. Aha. Tehát azokat szét lehet bontani majd. Jó, megyek, viszem fel a 2200 litert. Mert úgyis arra kell menni, csak tovább. Igen, oda ment először. Mert ugye 3007-et viszünk, az 7400, igaz? Meg Damahoz 2200-at, akkor az 9600. Ah, és akkor összesen 13200. Anya, hogy szerintem én azt fogom csinálni, hogyha ez megvan, akkor visszamegyek a garázsba, és akkor veszek fel én is egy normálisabb tartályt, és akkor megyünk azzal. Mert így ezzel a 2200 literrel ez így nem sok. Van, de én nem foglalkozok vele. Mivel nem foglalkozol? Mindjárt, kihozom ezt az olyan. Ide. Ö,
TRDUFH. Köszönöm szépen. A követés ütköztünk ki, érezd jól magad. Kellemes estét. Mondjuk úgyis mindig itt jövünk, és akkor nem kell mászkálni. Ez ilyen az utánzat akar lenni ez a gép, nagyon úgy néz ki. Csak ez mindenhol megtorpan. Köszönöm. Szia Csaba! Hello, hello, mi újság, hogy vagyunk? Mi újság, kedves Csaba? Hogy szolgál, kedves egészség? Köszi, eléggé meglehetősen. Ajaj. És ennek kijelentésed pontosan mit akar? Nehogy félreértsük egymást. Meglőhetősen? Ja, meglőhetősen. És milyen az a meglőhető? Na, én elköszönök, mert hajnali 4-kor indulás, jó játékot, szia az Esztorán. Ha reméljük, nem munkába mész. Jó utat, nem, jön Magyarországra. Jaj, tényleg. Hát jó utat. Be, rámentem a holra. Na, az olyan, amikor nem annyira, de azért izéna. Oké, értem. Köszönöm szépen, hogy ezt ilyen szépen leírtad nekem. De hosszabbnak tudunk erre az út. Merre? Nem. Most jövünk. Nem hosszabb egyik se. Hát már ezt néztem, hogy úristen, mondom, mennyit kell még benne. Nekem is az az érzésem, hogy ez egy marsjáró, de nem. Ez Kanadába egy tűzoltókocsi. Ez már majdnem mars. Jó, majdnem felborítottam. Majdnem sikerült megborítanom.
Igen, itt is lehet bontani valami épületet. Ajaj. Na. Felbír menni? Jó. Na, na. Gyerünk. Jó, megvan. Oké. Egy felfüggesztés. Nagyon jó. Következő. Jó, átment. Percenként 10 litert? Igen, ezt jól látod. Szombjas a kicsike. Át tudsz jönni? Jaja, csak az elején belakadtam a sárba. Igazából az a vicces, hogy a végén lévő az a kis rész, ami mozog, az nem tart, ez csak egy ilyen szerkocsi rész. És csak középen van a víz benne. Jó, de hát itt van pénz lóvérét, nem számít, hogy mennyit teszik. Hoppá. Komolyan kiégett az erdő rendesen. Próbálok itt maradni a szélén. Tudom, mennyire fog menni. Nem, nincs kedvem megborítani. Ma már volt elég borulásom. Lehet, hogy melyik a másik, az is körülbelül ugyanannyi távolság. Hát gyere én. Gyere ide utána. Megtöltjük, mutatok egy másik utat. Igen, ott én is néztem, hogy hol tudok kifele csalni. Hát itt is leégett rendesen a... Itt a szallagkorlát előtt be tudsz jönni. Jó, hogy ebben van javítócsomag is, aha. De... Aha, és akkor ott el mellette. Itt a szallagkorlátnál bejössz. Kicsit vigyázz, föl ne dűj. Keresek egy olyan gépet. Na nézzük. Vajon erre az az óvra? Be tudtál jönni? Aha. Ajaj. Erre kíváncsi vagyok, hogy fel lehet-e tenni. 100 liter maradt a tartályomban. Mi, benzin? Nem. Víz. Víz? Na mindjárt megyünk egy... Haha, jó. Erre fel tudom tenni. Lehet, hogy a másik úton megyek, mert az jobb volt. Majd mindjárt gyere után. Összetörjük magunkat. Az jó, hajdam, aki ment. Jó, erre veszek... Akkor én nem jölök semmit, megyek utánad.
Megyünk, arra megyünk, amerre te is ma jártál. Az jó. Ott nem akadtam el egyszer se. Na. Találtam egy olyat, amivel szerelvénybe lehet menni. Ó, végre egy jármű! Ismerős? Petyus. Arra? Én arra nem voltam. Nem baj. Illetve arra jöttem visszafele, előbb. De miért nem voltál erre? Hát ez is a nagyon siet járművek közé tartozik. Ha miért nem jártál erre? Hát úgy, hogy visszafele elértem, amikor üresen jöttem. Hú, nem tudom, hogy van-e rajta már aktív felfüggesztés. De megoldjuk anélkül, Petyus. Azonban nem tudom, hogy a gépek milyen felszereltséggel vannak. Jaj, most bejöttem. Nem itt kellett volna egy alarim. De igazából nem kellett volna Azt vennem hiszem, hova mész. pótkocsit, hanem ott van, csak fel kellett volna csatolni. Előfordultam, mint ahogy kellett volna. Nem, erre tényleg nem jöttem még. A súsnyán minden Na, anyag. nálam van Hát ez. 3800 liter. Na nézzük. Arra biztos nem megyek, de erre igen. Tudsz jönni? Korán. Várj, elvesztettem fonat. Merem, Tél. Úristen, mit vége az ébe? Jó, jövök. A vízbe. Nem, most van úgy, föl. szélvédőt is. Gyere. Föl a sziklára. Gyuri bácsi, merre járnak? Körbenézünk itt az erdőben. Ha megyünk, mi visszük a vizet. Ja, ilyen baktató hegyi kecskéket játszottak, aha. Nem, hát út, itt van, ki van jelölve az út. Hát jó, hát én értem, hogy kijelölted, Gyuri bácsi, de... Nem, én nem kijelöltem, ez rendes út. A betonozott út. Igaz, korán? Persze, annyi, hogy több az ergenyom, mint más, de semmi meg. Az nem jelölt, az, Gyuri bácsi, ez nem kijelölt út, ami körbe van pisilve. Ne, hát figyelj! Rendes földutón megyünk. Erre meg már járt sok ember, mert már ki van taposva. Nincs. Nincs benne aktív felfüggesztés. Robogunk. Na, itt már voltam. Jó, nem, majd megyünk másfele. Kári, hát pedig jó ügynek volt. Miért? Nehogy hát így is elmegy Petyus, így is elviszi. Annyi, hogy nem láncos gumit kellett volna rátenni. Azt le kellett volna cserélni. Igen, de emlékszem, hogy ez az a gép volt, amit elmondtam én mindennek, azt utána Petyus megláttam vele, és mondta, hogy hát ő ezt használja mindenhol. Igen. Tudsz jönni? Jövök, persze.
És ez rossz hangos dolog, öreg. Na beviszlek én a sűrűbe. Látom, látom. De tudjátok, az ergék is de tudjátok, ketten jöttek ki az erdőből, az egyik futva, másik medve. Ennyi. Sőt, én most itt le is állok. Mert én valamit észrevettem itt. Na mit vettél észre, egy upgrade-et? Igen? Igen, van itt egy. És oda csak így lehet bemenni. Igen, mert pont mögöttünk van. Ó, Gyuri bács, mire végig tolatsz? De kifele már, akkor úgy jövök. Gondold, nem lehet ott megfordulni hátul? Meg lehetne fordulni. Én úgy fordultam meg, hogy leestem a vízbe. Ja, az is jó. A szépen kaptatok fölfele. És nem lett volna gond, hogy beesek a vízbe, hanem fejtető, csak fejtetőre esett bele a vízbe. És ugye mindjárt meghalt. Na hát szépen lehet jönni, mert széles a híd. Csak nagyon jön a vonat. Vonat csak az alagutakban jár, igaz? Így-így. De vihetette a vizet tovább, el tudsz menni, nem? Persze, el tudok. Csak ha ma itt vagyunk, akkor ne hagyjuk itt. Azért jöttem erre különben. Gyerünk, told már ki a sarat. Ez mihez van? Darius Special 15C177, ez egy aktív felfüggesztés. Na jó, hát ez a sineken nem szeret menni, na, őszintén. Ja, mert ott van benne egy gyökér, aha. A sineken, hát én pont úgy vagyok vele, hogy a két gumi kívül van a sineken. Hát ez meg ugrálta az itt alpákon, aztán nem haladtam semmit. Most meg nem tudok lemenni róla. Jaj, de jó. Ha de menj be a telepre. Okay. Igen, bementem, csak a sínekről nem tudtam lekanyarodni. Aj, nem áll. Ja, már ti odaértetek? Nem bírsz átmenni az én. Ne csináld már. Hát ezt nem hiszem el. Keres egy vincset. Vincselési pontot. Azon 73-210 is annyi. Petyus kedvenc járműve, csak ez még fapados. Petyus használta mindig ezt a gépet. Ugye ez is három szlotos felépítménnyel rendelkezik. Csak ugye ennek egyetlen egy problémája van, ez az alacsony orr. De ezt egy aktív felfüggesztéssel lehet orvosolni. De ha így jöttél volna, látod? Na, így. Igen, én is gondoltam rá. Akkor megoldódott volna. Na egyszer egy C betű. Egy S. Ha igaz, akkor ez megtelt. Igen, megtelt. Megyek a másikra.
Ajaj, lehet, hogy bajba leszek. Ha nem sárgumi van rajta.3200 liter kell még. Jó, többet Elindult viszek. vissza. Akkor jó. Mert úton vagyok 3800 literrel. Mondjuk én le is akasztom, ahogy is hívják, ott nem érdemes visszavinni. Úgyis eltűnik. Igen? Ha milyen ki az el... Ha te vetted, akkor az eltűnik. Ha a dama vette, figyelj, akkor vidd oda, itt lenne, van az át... Akkor vidd ide az átjáróhoz. Itt van, ott, ha egy kicsit visszatoladsz, akkor lefele fordulsz jobbra. Itt van egy átjáró, mert ott túl is kell majd víz. És ott, ja, jó. És ott amúgy sincsen se store. Ott nincsen Tehát semmi, oda majd oda kell vinni mindent. Mindent úgy kell majd áthordani. Ha ez meg lesz, és még esetleg csinálunk, küldik. Igen, mert ez Dama vette. Akkor azt nézem, hogy... Géppel együtt hagyja mint? Persze, nyugodtan. Nyugodtan. Ő neki ott marad. Jó. Menjen. Órák kérdése és odaérek. Jó. Na. Valahogy tudtam, hogy bele fogja ütni Pinocchio-nak. Utólag is bocsánatot kérek, mivel múltkori adásban rosszul mondtam Gyuri bácsi régi szállítmányával kapcsolatban megemlített film nem felel meg a valóságnak. Nem Gene Wilder filmje volt, hanem Woody Harrelson. Tökös tekés filmjében volt a bika fejés. Köszönjük szépen, Csaba, a kijavítást. Én nekem meg igazam volt, Cindy Crawfordnak volt a fitness kazettája. Jó. Megyed a boldogság. Hát persze, belenéztem. Belenéztem. Sebességmámor, mindenki ezzel vádol, kilométer óra is lehúny szemmel számol. Az a jó. Köszönöm szépen, Petyus. Hallod, ettől a tükröződéstől én már rosszul vagyok, mert olyan szellemképeket látok, érted? Ahogy tükröződik így valami, olyan, mint hogy itt ilyen dementorok repkednének mellettem. Ugye nem biztos, hogy ez jó ötlet volt, hogy ezt ide tettem. Na, már korán az óvja megvan. Ja. Fogyasztásban azért jó a gép. Az a hát... másik azóv.
Ez a hosszú az ov, ez az öt tengelyes, aha. Be is tetted. Csinálunk még akkor valamit, Dama? Nem tudom, Gyuri bácsi, nem hiszem. Jó. Mert még pakoláztam is kell, meg holnap ugye hosszú adás. Jó, hát azért kérdezem. Akkor visszaugrok a garázsba. Ezzel odaérek és kész. Nem tudom, HP itt van-e, mert azt mondta, hogy adás után beszélni akar, hogy beszéljünk. Figyelj, az ANK az ott jó helyen van, vagy azt is ide hozzam? Az egyelőre, úgyis azt el kell majd majd vinni, vissza kell majd vinni, majd már hogy is hívjálkozni kell. Tölteni. Aha, akkor visszavigyem? Hát az, de hát visszaviheted, de hát Doma beül, az bedobja a garázsba. Hát nekem is pont annyi, igen. Neked jó. Nem tudod betenni. Recoverelni nem tudod, csak a saját gépeidet. Aha, jó, nem néztem. Tehát ha legközelebb vagy, akkor úgy kell megcsinálnod, hogy rakjuk be a gépeket 10 évbe. A gépek legyen be, és akkor ahogy benn van a garázsba, ugye, és akkor retail, akkor elrakja. Tehát a truck store-ba rakja már őket. Igen. A truck store, és ott is el kell tenned retailnek. Jó, mert én nem szoktam ott tárolni őket azért. Mert ha nincs retainelve, akkor nem fog megjelenni. Na, én meg úgy vagyok vele, hogy nem foglalkozok vele, mert van még 30 millió. Nekem olyan 300 ezer. Jaj, már két ilyen tűzoltó autóm van. Nem is figyeltem. Na megvan, maradt még nálam 600 literre. És én is szintet lépek miattatok. Persze. Itt ugyanúgy megkapsz mindent. Tök jó. Csak annyi, hogy ezek a küldetések nálad, ha megvetted, ezek nem lesznek megcsinálva. Nem lesznek felvéve. Ja, nem. Hát még mondtam, hogy nekem nincsenek megvéve ezek. Kicsit azért húzós az ára. Hát, hogyha sokat kell megvenned, akkor igen. Hát elsőtől nem vettem meg, mert ugye még az hát alapjátéknak olyan 80%-kal ne járok. De nem kell sorba megvenned amúgy. Össze-vissza megveheted. Ez 2800 valamennyi forint volt. Ez a kiegészítő. De hát a 9-es megvettem úgy, hogy a többi nincs meg. Persze, igen. Azt veszed meg, amit akarsz. Streames vagy ja. Epikes? A Steam. Hát ott megveheted. Az Epicnél már ugrálni kell, ott már kettőnek meg kell lenni ahhoz. Totya men, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 9. hónapja tartó töretlen támogatásodat, megtisztelő, hogy érdemesnek találsz rá. Olcsóbb, ha season-t veszi. Igen, de... Szia Péter! Olcsóbbnak olcsóbb, csak jobban szétosztható, hogyha egyesével is megveszi. Hát igen, mert nézegettem, ilyen 60-valány euróról lenne az összes. Azért mondom, hogy ja. Azért egy kicsit. Na! Gyuri bácsi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100 sírt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó estét, bedobta a reklámot a szutyok. Hát mert lehet, hogy ahhoz nem tudom, hogy miért csináltad, hogyha van. Elvileg pedig nem lenne szabad benyomni a reklámot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Na srácok, kicsik és nagyok. Ennyi volt a mai adás a kamrából. Holnap, ha minden jól megy, akkor visszakerül a zöld háttér. És megoldódik a háttér probléma. Jó, holnap 12... De most ez miért gond? Szia Faterku egy. Hello, hello. Hol vagy most? Kanada, Ontario. Na, szóval, holnap találkozunk, holnap 12 órán stream, farmingozni fogunk. Várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, remélem bírni fogom, mert mostanában sikerül hamar beálmosodnom, nem tudom miért. Úgyhogy, na, ki, vagy ki, na, ki,
Leteszteljük, hogy kibírom-e, illetve a gép is kibírja. Úgyhogy holnap találkozunk, örültem, köszöntem. Sziasztok! Sziasztok!